Teljes egészében megtelt a Kodályterem a Nyíregyházi Egyetemen. A talárok és a fejfedők a helyükre kerültek, a hallgatók és családtagjaik pedig büszkén várták, hogy a fiatalok átvehessék a dokumentumot, mely megszerzett tudásukról a tanúbizonyságot. Újfalusi Sándor búcsúzott a végzősök nevében az egyetemtől. Sándor levelező munkarendű képzésben szeretné folytatni tanulmányait, mivel elmondása szerint mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökként jelenleg is el tud helyezkedni a munkavilágában. Arról, hogy mit jelentett számára az itt eltöltött 4 év, a következőképpen nyilatkozott. Ez a Nyíregyházi Egyetem, én ezt már sok helyen elmondtam, ez család, nekem ez az otthonomat jelenti, és nagyon sokan így vagyunk vele. Ez valóban nem egy nagy létszámú egyetem, de egy elképesztően családias, otthonos hely, és pont ennek köszönhető az is, hogy ennyien kapnak most diplomát, mert senki nem vesz el, mindenkinek megvan a saját kis otthona, és mindenkinek megvan a saját kis támasza is, ami nem engedi, hogy visszaessen, mint máshol ez megtörténik. A világ változik, de a tudás örökérték marad, fogalmazott Szabó Tünde. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos azt mondta, egyre többen választják a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen az kimagasló regionális tudásközponttá alakult az évek alatt. Nyíregyháza egyetemi életéhez kapcsolódóan mindig örömteli részt venni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez az intézmény a jövő egyik kiemelkedő szellemi erőforrása, amely rendkívül szilárd közösséget alkot, valamint beszélő és híres, folyamatos értékteremtő tevékenységet képvisel. Habár a világ mindig változik, a tudás örökre érték marad. Közismert, hogy a nyíregyházi tanítás és a tudás és kutatás eredménye döntően befolyásolja a térségünk és hazánk nemzetközi versenyképességét. Így az itteni elhivatottság példája iránytűt jelent a fiatal generáció számára. Szeretném kiemelni, hogy a végzős hallgatók egy olyan intézménytől vehetik át oklevelüket, amelynek diákjainak nagyjából 60%-a a régióban marad, és helyben találja meg a munkahelyét is. A köszöntőket követően díjazták az egyetem oktatóit, dolgozóit és hallgatóit. Az angol nyelvű előkészítő programot sikeresen elvégzett nemzetközi hallgatók is átvehették okleveleiket. Az egyetem rektora Szabó György beszédében ezzel az útravalóval engedte útjára a hallgatókat. Az üzenet az annyi lenne a következő generáció, a felnőtt életbe kilépő hallgatóink számára, hogy legyenek büszkék az itt szerzett diplomára, ne higgyék azt, hogy egy életre minden tudást magukba szívtak, tehát ez az egész életen áttartó tanulás ennek a generációnak a számára trivialitás kell, hogy legyen. Vallják is ezt nagyon sokan, akár a mi intézményünkbe, akár érdeklődési körüknek megfelelően más intézménybe. Fontos, hogy továbbképezzék magukat. Ez lenne az egyik nagyon fontos üzenet, a másik pedig az értelmiségi léttel kapcsolatos. Tehát önmagában a tudás, az, ha én kiváló informatikai, matematikai, pedagógiai készségeket sajátítottam el, de ennek az erkölcsi, morális háttere nem épült be az én személyiségembe, akkor nehéz életem lesz, meg kell tanulni, boldog életet élni, a környezetünket felemelni, tehát szinte minden szakma, minden szakterület, aki számára mi diplomát adunk ki, nagyon fontos szerepet tölt be a térség életébe, értelmiségiként a itt élőknek az életminőségét kell javítani, úgy, hogy a saját maguk teljességét is ebben megtalálják. A búcsúztatókat követően a végzett egyetemisták léptek a színpadra, és egy készfogás kíséretében átvehették a képesítésüket igazoló dokumentumot.